Szobrot avattak a Kálvária domb aljában a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából. 1944. augusztus 2-án az auschwitzi haláltáborban több mint 3000 roma származású embert gyilkoltak meg. A II. Világháborúban elkövetett népirtások során pedig a magyarországi roma áldozatok száma a becslések szerint több tízezerre tehető. Szombaton a Mindszenty templomban tartottak szent misét, majd a résztvevők átvonultak a Herman Ottó Múzeum és a Kálvária domb találkozásánál felállított szoborhoz, és leleplezték az emlékművet, amely nem csak a miskolci és megyei üldözötteknek és áldozatoknak kíván emléket állítani, hanem a nácik által üldözött és áldozattá vált minden romának. A Mindszenty templomból vonultak a megemlékezők a Kálvária dombra. A Roma Holokauszt emléknapján, a szentmisét követően egy rendhagyó eseménnyel is megemlékeztek az áldozatokról. A 77 évvel ezelőtt történt tragikus események áldozatainak emlékére az Episztémi Egyesület, illetve a miskolci és megyei roma nemzetiségi önkormányzatok állítottak szobrot a Kálvária domb aljában. Az alkotó teljes művészi szabadságot kapott. A kifelé néző, kezében gyertyát tartó emberalakzat, háta mögött a szöges dróttal és a vassárccsal arra figyelmeztet, hogy a mai kor emberének emlékezni és emlékeztetni kell a szörnyű tragédiára. Álmaimban megjelent, megkomponáltam, és valóra, tehát megvalósítottam. Tehát itt nem volt skic, vázlat, semmi se volt. Volt a fa, én, és isteni sugallatra jött a háttere, ami ugye jelképezi a koncentrációs tábort, a fogvatartást, az elhalálozást, az üldöztetést, mindent. 1944. májusában szállították a cigány családokat az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborba. A túlélők elmondásai alapján augusztus 3-ára virradóan több mint 3000 romát gyilkoltak meg, majd felszámolták a lágert. A magyar közvélemény előtt viszont majdhogy nem teljesen ismeretlen fogalom a roma holokauszt, mutatott rá beszédében Gulyás Klára, az Episztémi Egyesület elnöke. Az Episztémi Egyesület számára rendkívül fontos a roma holokauszt emlékezett politikájának a megteremtése, és tulajdonképpen ezért is alakult 2019-ben a szervezetünk egy értelmiségi baráti közösség, hogy legyen egy emlékezeti hely is ebben a térségben, ahol méltó módon tudunk megemlékezni az áldozatokról és az üldözöttekről. Hát 2 év kemény munkája és küzdelem van mögötte, hogy megtaláljuk a megfelelő helyszínt, ez sikerült is. Gulyás Klára hozzátette, az emlékmű nem csak a miskolci és a megyei üldözötteknek és áldozatoknak kíván emléket állítani, hanem a nácik által üldözött és áldozattá vált minden romának.